Tamán Sivádos önkormányzatában mindig is prioritást élvezett az úthálózat és a közterületek állapotának folyamatos javítása. Az elmúlt 5 esztendőben számos olyan fejlesztés zajlott a városban, amely ezt a célt szolgálta. Ez a folyamat egy újabb fejlesztéséhez érkezett, mondta Porga Ferenc polgármester. Az elmúlt 2 évben rendbe tettük a Zrínyi utcai üzletsor előtti közterületet, amely sétáló, parkoló, és nagyon rossz állapotban volt. Ezt szeretnénk most folytatni, hiszen a Zrínyi utca és a Szabadság utca sarkán lévő területet kell most felújítanunk. Ez most egyelőre a tervezési szakaszban tartunk. Az ott található magyar vonatkozású kereskedelmi üzletlánc felvállalta a parkoló és a terület tervezésének egy részét, a másik részét pedig a város fogja finanszírozni a képviselőtestület döntése értelmében. A döntés lehetőséget biztosít a tervezési szakasz beindítására, majd a kivitelezés megkezdésére. Abban bízunk, hogy a hamarosan megnyíló top pluszos forrásokból lesz erre lehetőségünk, tehát erre készülünk. Abban bízunk, hogy nem csak egyébként itt ezt a Szabadság utca, Zrínyi utca közötti parkoló részt, közterületet tudjuk felújítani, hanem a mellette lévő József Attila lakótelepet is teljes egészében tudjuk rendezni, zöld felületekkel, parkolókkal, játszótérrel, úthálózat felújítással és fejlesztéssel. Bár a pályázat kiírása még nem történt meg, Porga Ferenc azt mondja, szeretnének előre felkészülni annak érdekében, hogyha a lehetőség megnyílik, azonnal benyújthassák a pályázatukat. Nem csak a belváros fejlesztése van napirenden az önkormányzat asztalán, hanem számos külterület korszerűsítésére is tervek készültek, melyek egyrészt az úthálózatot, másrészt a vezetékes vízrendszer kiépítését célozzák. Most elsősorban a kishenyei területről van szó, tehát egy vidékfejlesztési program pályázati lehetőségen keresztül a kishenyei bekötőút és a bekötőút és a volt henyei iskola közötti rossz állapotú útszakasztályt szeretnénk teljes szélességében rendezni. Most a képviselőtestület arról fog dönteni, hogy ezt a pályázatot benyújtjuk, és a szükséges önrészt, amennyiben a pályázat támogatást nyer, vállaljuk. Ez egy olyan bekötő út, amely több külterületi részt csatol a 61-es főúthoz, azon keresztül pedig magához a városhoz, tehát egy nagyon fontos gyűjtőút, amit sok ott lakó használ, kishenyei, öreghenyei városrész, illetve az Erdőrész utcai része is. És a külterületeken élők számára az is örömteli hír, hogy azokon a részeken, amelyeken nem voltak bekötve a vezetékes vízhálózatba, hamarosan megkezdődik az építkezés. Hát gyakorlatilag nem létező ivóvíz hálózat kerül kiépítésre, hogy nagyon sok olyan külterületi ingatlan van, ahol még nem volt vezetékes ivóvíz. A PIP Kft-n keresztül Súly János közreműködésével tudtunk egy forráskeretet erre szerezni, és ennek a hivatalos eljárása, terveztetés, közbeszerzés most ugye lépcsőnként halad. Már egyetlen egy terület van csak hátra, az Adorján pusztai rész, ahol van víz, de nem, hogy mondjam, nem szabályos, hiszen egy régi TS Majornak a meglévő hálózatát használják az ott lakók, és nincs csatlakozás a rendes városi hálózathoz, ami pedig kapcsolódik ahhoz a beruházáshoz, ami a teljes várost érinti, az is zajlik most, az ivóvízhálózatnak az ivóvíz minőségjavító programja, ami gyakorlatilag azt fogja eredményezni, hogy a sokszor problémás vízminőség is, azon túl, hogy most visszük is a vizet, remények szerint mi hamarabb egy olyan minőségű vizet is tudunk vinni, amivel nem lesz hosszú távon probléma. A jelenlegi elképzelések szerint 2022 tavaszára már lesz vezetékes ivóvíz Tamási külső területein is.